Szabó Lőrinc, hazánk keresztény Európa. Ótállam is az arcába vágom, harminc év vagy kétezer óta. Undorító, őrült világ ez, ez a farizeus Európa, kenyér helyett az éhezőt, csitítja szóval, hittel, éggel, s maszatos lelkiismeretét, szívnyalogató versikékkel. 30 év vagy kétezer óta hány eszme rohadt el szívében? Hazám keresztény Európa? Mi lesz, ha majd egyszer magárod? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített? Mert jósága, szíve, imája egyszer már mindent elveszített. Mi lesz, ha megjő pokoli lángszóróval, gépfegyverekkel, vassisakos, pestishozó, bosszúálló angyalsereggel? Mi lesz, ha megjő Krisztus és új országot teremt a földön, s elhullanak a banditák, és nem lesz több harc, se kard, se börtön. Ha mennyei tiszta szerelmét, tetté acélozza a bárány, s újra megvált, nem a jók. De a gonoszak vér árán. Hazám, keresztény Európa, túlélve idő szörnyű végét, elpirat még az Istent? Szeretetet és a békét.